No, hát srácok, itt hagytuk abba a történetet. Azt hiszem az volt az utolsó, hogy itt kiszabadítottuk ezt a gnóm kisasszonyt a börtönből, vagy legalábbis ebből a rabságból. És kaptunk is valami ezt a küldetést, hogy, mert ő itt eltűnt, és azért gondoltam, megnézem a questet, hogy na mégis mit kell majd csinálni. Viszont akkor észrevettem, hogy azt a, hát ilyen sírkamrát, amit találtunk, azt sem fejeztük be, tehát lényegében ezt ugye nem minősült annak, hogy ezt teljes mértékben feltártuk. Vissza is mentem, próbáltam megoldani, és most már azon a központi ilyen szarkofágon észrevette ugye, hogy csapda van, és nem méri nekem addig kinyitni, vagy nem engedi addig kinyitni, amíg valami csapda hatástalanítót nem szerzek, és az nem alkalmazom rá. Úgyhogy elmentem itt vissza a kereskedőhöz, vettem egy ilyen cuccot, nem volt olyan drága, azt hiszem 95. Úgyhogy most ezt fogom megpróbálni, hogy ezzel elmegyek, és megpróbálom akkor ezt a questet legalább lezárni olyan tekintetben, hogy kinyitom azt a szarkofágot, de most már úgy, hogy lehetőleg ne csapjon belém ez a tűztenger, ami ott előfordult ugye a korábbi epizódban. Úgyhogy mindjárt kiderül, hogy ezt hogyan tudjuk biztonságosan megoldani, és nem úgy, ahogy már egyszer bemutattam. Na, visszaérkeztem akkor ebbe a, hát nem is tudom, vagy sírkamra, vagy kápolna, vagy nem tudom minek nevezzük. És hát most megpróbálnám akkor ezt a csapda hatástalanítást, nem csináltam még ilyet. Kérdés, hogy mekkora képzettségem van nekem ehhez, én elvileg tolvaj vagyok, tehát ezekkel nem kéne olyan nagyon nagy bajban lennem. Igen, itt is azért elég komoly, egy 8-as boostot kapok. Hát ez azért szerintem elég kemény. Most megint konkrétan egyet kell dobnom, hogy elszúrjam. Szoktam tudni ezeket megoldani azért. Király. Na jó, hát igen, szóval ezekre is azért figyelnem kell, hogy ugye a korábbi játékban ezt fogtam, és itt kicsit megmarkoltam ezt az elátkozott szarkofágot. Aha, hát ez nem rossz. És ez mire jó? Jó, küldetést frissítette, vagy még ezt most nem, mert kell tovább mennem. Néhány rom közelében banditákkal találkoztam, hiába próbáltak betörni egy sírba, bármit is keresnek, valószínűleg még mindig ott van. Aha. Jó, hát akkor még nekem is körbe kell néznem. Nem emlékszem már, hogy hol volt olyan ajtó, amit nem tudtam kinyitni. Igen, hát innen jöttem be. Jó, hát körbe szaladgálok. Ehe, ezt is lehet hatástalanítani. De most már nincs eszközöm. Nézd már, ez többször használható. Ez az egyedülálló használat, gondolom az azt jelenteni, hogy simple use, vagy single use, tehát hogy egyszer használhatom. Akkor ezt most nem annyira értem, hogy egy ilyen nem volt összesen. Engem nem zavar, hogyha ezt használhatom 432-szer. Mondjuk esetleg adhatnál érte XP-t, kedves drága. Na jó, hát szóval akkor jó alaposan körbejárok, és akkor megnézek mindent, hogy mi az, amit... Ojo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 j
oldódik, hogyha... Hogyha én ügyes vagyok, és ezt megoldottam. Na figyeld meg, előbb-utóbb úgy meg fogom szívni, most nem mentettem például. Jó, hát elszeszögök ezekkel. Na azt hiszem talán megvan, itt a hátsó kamrában, itt, úgy emlékszem, ezt az ajtót nem tudtam kinyitni. Valószínűleg talán ehhez kellett a kulcs. Én úgy emlékszem, hogy itt még nem voltam bent. De lehet, hogy rosszul emlékszem. Van egy kis ládika. Hát, szerintem ha lettem volna itt, akkor ezeket már kinyitottam volna. De még mindig nem frissült a küldetés. Úgyhogy valamit itt nagyon elrejtettek a... Azt nem értem, hogy elvileg az altal kéne, hogy jelölje a... Ide be tudok menni. Nem hiszem. Hát szóval igen, egyelőre csak így nagyon bénán keresgetek. Nem találom ezt a misztik kincset. Na, hát itt a szobor mögött, itt azt hittem, hogy ez Zsák utca, mert erről a feléről jöttem be, és ott valóban nincs semmi, de itt a másik oldalon itt van egy gomb, ami természetesen szintén csapda. Gyors mentés sikeresen.
Hát ez valószínűleg csapda lesz. Elfogyott a csapda, a testtalanítom. Elvileg még itt van. Na jó, hát akkor vagy nem csapda, vagy nem értek hozzá. Ó! Oh! Magic. Na most innen kijön valami óriás szörny. Jajajaj, de jó. Hát ezeket már egyszer kinyírtam, ne szívass. Ó, Jézus Mária. Akkor szerintem megtaláltuk a küldetésnek a következő fázisát, a te köröd, köszike. Na és ezek mennyi? Hát elég kemények, 28-as HP. Az csak 10-es. Akkor ez a góri, azt kéne a végére hagyni. Gagyikat le kéne zúzni előtte. Aha, igen. Jó, ja, majd meglátjuk, hogy hogy sikerül. Jó, ja, hát először is van olyan ember kéne, akivel tudok mozdulni. Elősz odáig? Hát persze. Kérdés, hogy a csontváz mennyire fél a tűztől, de mint látható, nem nagyon. Na most ez nekem valami magic íj, amit ott vásároltam, ezt eddig még nem is használtam. Hát nagyon magic, hogy mennyire nem hatásos. De egész sokat sebez, csak nem volt nagy esélyem eltalálni, ennek ellenére eltaláltam. Ez basic íj puska, vagy nyíl puska. Baszta de király vagy öreg! Hát, ha még az utolsó véletlenül eltalálná, csak az a következő kör lesz, és besebezne ötöt. Éj, de szépek vagytok, sietség. Nem kell annyira sietni. Na ez hátba támad, ez honnan jön? Sokan vannak ezek nagyon. Bazisokan vannak. És gondolom bazisokat sebeznek. Nem tudod megsebezni még? Hú, légy öreg, találd el. Mi legyen? Oda menjünk, azt pofán vágjuk a bunkos bottal? Hát az se sokkal jobb. De ez mi is volt? Ez tud valamit. Na jó, de ennek meg már nem kell ennyi sebzés. Jó, mindegy, ezt megkockáztatjuk. Hát, hogy ne sebezni négyet, mikor öt a HP-ja, rohadjál meg. Ha? Ezt úgy utálom. Akkor ilyenkor bukok egy kört, úgyhogy az már meghalt volna. Aha. Köszi. Akkor ennyit a varázslásról. Ja, hogy mindenkit egy mozdulattal lenémítottak. Lájtos ellenfelek. Ne szívassatok ezzel, légy szíves, amikor nem találok el valakit. Ez olyan rohadtul nem korrekt. Don't waste a 30%, menjetek már a fenébe. Ez ritka nagy szemétség. Jó van, dögölj meg. Istenem, kit támadjunk, nyilván nulla eséllyel. 55, az nem olyan rossz. És most, ja miért most le vagyok némit, akkor nem tudok varázsolni. Hát ez király. És ennél közelebb nincs senki. Ez 65. Hát ez szuper, ez a komoly 4-es HP-t sebzés. Na jó, mindegy, hát az is több, mint a semmi. Kicsit melekülőre fogjuk. Az a baj, hogy ahogy látóvonalba fognak érni, olyan sebzéseket fogok kapni, hogy beszarok. Erről beszéltem. Istenem, melyik minősül erősebbnek? Ez 10-es. Ez annyira nem korrekt. Tehát akkor legyen már olyan, hogy ő se talál el engem, légy szíves, jó? De ő eltalál. Szevasz, gyökér állat, rohadjál szét. Ez micsoda itt? The dance macabre.
Jó. 85, ez elég. Ez az, szép volt öreg. Na, ez egészen jókat sebez, komolyan mondom. Az, hogy ez nem szimpi ez a karakter, tehát ugye azon gondolkodtam, hogy ezt kivágom a csapatból, viszont ez most két ilyen kritikus sebzést is bevitt, azt hiszem kettőször zúzott le valakit egy lövéssel, azért kár lenne ezért a tehetséges gyerekért. Ma megint konzervért iszunk. Tóljunk már bele az arcába egy ilyet. Úgy, azt hamikázzad meg, gyökér arcú. Na, kicsit fogyatkozik a létszámotok, seggarcok. Így most már nem vagytok olyan nagyon kemények, mi? Egyedül maradtál, Nyominger? Azért még izmozol, mi? Pofárulak mindjárt. 85, nesze. Tartsd meg az apró, te mocskos állat. És mitől lettem ilyen király? Jó, hát nem tűnt a nagyon jónak az eleje, de aztán kicsit magunkra találtunk. Csak itt most ne legyen olyan jó, aki valaki nem tetszik nekik, hogy kilútolom őket, mert ezt nem is értettem, mikor olyan volt, hogy én nem lútolhatok valami minket megtámadott, majd kinyírt hullát, mert valaki nem ért egyet. Hát én még azzal nem értek egyet, hogy megtámadnak. Jó, van még valaki? Itt valahol fönt is elpusztult egy, nem? Lehet, hogy nem. Jó, hát akkor bemegyünk ide hátra. Elvileg itt kéne lenni ennek a misztik varázslatnak. Ja, mentsünk egyet, mert egészen kis áldozattal sikerült ezt megoldanunk, ezt a történetet. Majd felgyógyítjuk magunkat, és akkor ez lesz itt valami csúnya durva szarkofág. Óriási csapdával, gondolom. Igen, tehát... Ezek már megvoltak, nem? Igen, jó. Találtuk egy... Ja, ezek már kész, igen, találtuk egy nagy szarkofág, a romok között kifekszik benne. Hát remélem, hogy már senki kijön. De ez is simán lehet, hogy kinyitjuk és kijön belőle egy izé. Őrült múmia, azért a Baldur's Gate-től az nem lenne nagyon meglepő. Itt volt valami amulett. Beszélgetés a halottakkal? Nyerőnek tűnik. Miért is ne beszélgetnénk a halottakkal? Jó, de ez lehet, hogy nem képességet fog feloldani, csak valamiféle, mit tudom én, nekromantának, vagy valakinek adna boostot. Na jó, hát szóval lesz itt most csapda, vagy nem? Nézzük. Jujuj. Miért érzem úgy, hogy még nem végeztünk itt? Jaj, de aranyos. És kijönne a Geralt. Meghalt már a striga. Na most vele tudunk beszélni? Szia! Én nem akarok neked rosszat. Csak hoztam, pizzafutár vagyok, hoztam a kajádat. Nem jó címre jöttem? So he has spoken, and so thou standest before me. Right as always. What a curious way to awaken. Azt nem mondta, hogy fölvehetjük csapattagnak, mert akkor beszarok. I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's... Pont egy életet ér. Ja, most jön a találós kérdés. Húha. An arbiter. Of certain matters. Persze, hogy te döntöd el, hogy mi a fontos, meg mi nem. Wilt thou answer my question? Jó, Istenem. So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? Nyilván ez tök random, tehát mindegyiknek lenne értelme, de majd úgyis ő dönti el, hogy melyiknek van értelme.
Én szerintem egy ember tettein múlik. I am sure thou believest. Én abszolút ebben hiszek. Very well. I am satisfied. Hát, megtisztelsz. We have met, and I know thy face. Hát én a tiédet kevésbé. Kicsit hasonlít az Freddy Krüegerre. Farewell. Biztos fogok nagyon örülni neki. Jó van. Hát, figyelj. Akkor ez teljesített küldetésnek minősül. Jó, hát örülök, hogy visszajöttünk. Szuper király. Akkor itt vannak ezek a társküldetések, aminél mindegyik valamit majd szeretne tőlünk a jövőben, de akkor most egy picit ezekre is figyelni fogok, mert az egy dolog, hogy tudtam, hogy ide van küldetés, csak azt nem, kicsit ilyen oszkárig tudtam, csak nem sejtettem, tehát nem igazán vettem észre, hogy ez még nincs befejezve. Jó, fogunk ezzel a goblinnal is foglalkozni, illetve... Ja, vissza kell mennünk még ott a druidákkal egy kicsit bizniszelni. Ezt még előtte meg akartam volna csinálni, mielőtt azzal tovább megyünk, mert nem tudom, hogy szokott lenni azért néha olyan játékokban, ezzel még nincs tapasztalatom, hogy egy bizonyos területen megcsinálják a dolgot, akkor ezt cirka így lezárja, és nem tudsz már visszajönni. És fogalm sincs, hogy ebbe lesz-e ilyen, de igyekszem azért amennyire lehet ezeket az ilyen mellékszálaknak tűnő dolgokkal előbb végezni, hogy ne legyen ilyen probléma. Na jó, visszamegyek ebbe a druida a településbe, aztán megnézem, hogy mit szeretnének ezek itt.